Köszöntöm a kedves nézőket, itt állunk a Hotel Magyar Király előtt, ahol már tart a HR Fest, amely először látogatott el Székesfehérvárra. És hogy mi ez egészen pontosan, HR szakemberek találkozója, konferenciája, különböző aktuális kérdésekről, témákról beszélgetnek és tartanak előadást. Nézzük meg, hogy kik vannak itt, és hogy mik a legfontosabb témák jelenleg. Nagyon köszönöm még az advisory board-oknak, akik abban segítettek minket, hogy itt valóban olyan program legyen, valóban olyan előadók legyenek, valóban olyan témák legyenek, amik nektek itt ebben a régióban izgalmasak és érdekesek. A Hotel Magyar Királyban gyülekezett a HR szakma színejava csütörtökön. A HR Fest egy 5 éve létező rendezvénysorozat, mely először látogatott Székesfehérvárra. A HR igazából a legizgalmasabb területté válik. Hát, hogy régen a HR-esek azok ilyen munkaügyisek voltak. Ehhez képest ma egy technológiai változás miatt annyira felértékelődött az, hogy jó emberek legyenek egy cégben, azok az emberek ott maradjanak, azok az emberek tényleg szívüket, lelküket belerakják, hogy igazából az ember, aki ezért felelős, bár nem egyedül felelős ezért, annak a szerepe nagyon felértékelődött. Hogy kell elképzelni egy HR Festet? Mi történik itt? A HR Fest olyan, mint egy konferencia, az unalmas rész nélkül. Tehát, hogy próbálunk kevés olyan előadást, amikor már olyasmiket mond az előadó, amit úgy is tudsz. Mindenki kicsit lazább, mindenki gyorsabban, rövidebbet beszél, mindenki próbál energikusan beszélni. A HR Fest olyan, mint egy energiainfúzió a HR világába. A hangulat remek, a résztvevők tömegesen érkeznek, a témák pedig komolyak. Az egyik legfontosabb téma az, hogy hogyan lehet megtartani és hogyan lehet felvenni embereket, hiszen a munkaerőhiány még mindig nagyon fontos. Aztán nagyon fontos az, hogy ha jön a leállás, a lassulás, egyáltalán jön-e vagy nem, és hogy ha jön, hogy lehet ezt átfordítani, és hogy lehet előnyt kovácsolni abból, hogy esetleg hűl a gazdaság. És végül az én egyik személyes kedvencem a úgy nevezik, hogy van life, ami arról szól, hogy az embernek csak egy élete van. Munka, magánélet, egyensúly, egészség, stressz, kiégés, ezekről beszélgetünk itt. Hogy került most Fehérvárra a HR Fest? A HR Fest eddig Budapesten volt, és nagyon vicces, hogy sokan mondták, hogy ne menjünk vidékre. Mert hogy vidéken úgy sincs élet. És ezt mi már akkor se hittük el, és nagyon jól tettük, hogy nem hittük el. Mi nagyon hiszünk abban, hogy nem csak Budapesten vannak érdekes dolgok, a HR világában sem, az országban, és nagyon fontosnak érezzük, hogy megmutassuk a nem budapesti sikertörténeteket is. Úgyhogy mindig is ez volt a missziónk, és Fehérvár pedig ebből a szempontból egy nagyon fontos ipari központ. Nagyon jól is érezzük magunkat, tehát nagyon izgalmas emberekkel találkoztunk. Még itt a fesztiválon keveset tudtam beszélgetni, de akikkel felkészültünk a fesztiválra, azoktól nagyon érdekes és nagyon izgalmas energiát kaptunk. A HR Fest alapítója arról is beszélt, hogy miért jött létre az eseménysorozat. Igazából azért csináltuk a HR Festet, mert meg szerettük volna mutatni, hogy azok a cégek, akik jól bánnak a munkatársaikkal, akik hagyják őket szabadon gondolkozni, akik tényleg hisznek abban, hogy egy erős cégkultúra az támogatja a munkatársakat, azok konkrétan anyagilag is több profitot termelnek. Tehát mikor ezt elkezdtük 5 éve, akkor először csak Budapesten voltunk, először csak egy alkalommal, és aztán ahogy nőttünk, először 800-an voltunk, aztán 1000-en, aztán most legutóbb 1600-an voltunk, most már 3 vidéki városban is vagyunk, és idén a Lupa Beach-en is leszünk, ahol 3-4000 HR-est várunk, és még akár az is előfordulhat, hogy koktélozni fognak. A konferencia előtt Cserpalkovics András mondott rövid beszédet. Székesfehérvár polgármestere kiemelte, hogy városunk lokációja miatt is tökéletesen megfelelő helyszíne tud lenni hasonló nagyszabású rendezvényeknek. Ez a város megközelíthetősége szempontjából is kiváló, a Magyar Király azt mondom, egy kiváló hátteret, helyszínt tud adni egy-egy ilyen konferenciához, szakmai konzultációhoz. Ez most már egy szép múlttal rendelkező rendezvény, láthatóan nagyon sok ember tud megmozgatni, és hát eleve nagyon fontos, hiszen emberekkel foglalkoznak azok a szakemberek, akik ma eljöttek ide Fehérvárra. Azért, ha csak a fehérvári számokat nézzük, és mondjuk csak azt az egy adatot, hogy több mint 32 000 ingázó munkavállaló jár be nap mint nap Fehérvárra dolgozni, akkor ez mutatja, hogy ha valahol, hát Fehérváron és Fehérvár gazdaságában milyen fontos a humánpolitika, és milyen fontos, hogy az embereket emberként kezelve a humánpolitikusok meg tudják szólítani, a mindennapi kérdéseiket tudják rendezni, és egyáltalán a munkahelyi légkörben tudjanak tenni azért, hogy ahol az ember dolgozik, ott jól is érezze magát. Nem elfelejtve, hogy életünk egy jelentős részét egyébként a munkahelyünkön töltjük, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen keretek és körülmények között. Ennek egy ilyen szakmai tanácskozása most ez a fesztivál. Meglehetősen sok a munkaerő Székesfehérváron, melyek most a legnagyobb kérdések, legnagyobb problémák, megoldandó feladatok?
Nyilván alapvetően különböző szakmákban van munkaerőhiány, ez nagyon-nagyon széles spektrumban mozog, a villanyszerelőtől, a vízvezetékszerelőn át, az asztaloson, keresztül egészen az óvodapedagógusig, vagy akár mondjuk szaktanárokig különböző természettudományos tantárgyakba, és sorolhatnánk azokat a szakembereket, akik hiányoznak, tehát látszik, hogy a képzés, a szakmák és a munkaerőpiacnak az összehangolása fontos, és talán még ennél is hangsúlyozottabban az, hogy ma már készségeket kell átadnunk különösen a fiataloknak, de miközben ővelük foglalkozunk, nem feledkezhetünk el a felnőtt képzésnek a kérdéséről sem, különösen a digitalizáció, az ipar 4.0-as korszakban, a robotikára való áttérés vonatkozásában, illetve ennek a társadalmi, az emberre gyakorolt hatásával, úgyhogy kihívásból van bőven. A résztvevők számtalan előadót hallgathattak, többek között egy HR vezetőt, aki egy tavaly bezárt várpalotai üzemről, illetve az ottani munkavállalók humánus elbocsátásáról beszélt. Ilyenkor két dolgot kell kezelni. Az egyik az a nagy sok, ami ez a veszteség élmény tulajdonképpen, ami éri őket, hiszen szerettek egy munkahelyet, elkötelezettek voltak, terveztek vele, építettek rá, és ez most hirtelen megszűnik. Egy kollektívának a részei voltak, akikkel szerettek együtt dolgozni, és hirtelen ez megszűnik, és mindenki elmegy, elveszítünk kapcsolatokat, biztonságot. Tehát egyrészt a veszteség élmény, másrészt pedig a jövőtől való félelem és a bizonytalanság érzés, ez a hogyan tovább. És ezt a kettőt, erre a kettőre, ha tekintettel vagyunk, és odafigyelünk az emberekre, és az vállalati felelősségvállalást is tényleg, akár az anyagi biztonságuk és a pszichés biztonságuk megteremtésére figyelünk. Hát igazából ezt nevezném így röviden humánusnak. Tehát nagyon figyeltünk arra, hogy lényegesen a törvényminimumnál nagyobb csomagot ajánlottunk a kollégáknak, rengeteg olyan eszköz, lehetőséget, támogatást megadtunk a jövőbeni munkahelykeresésben, ami tényleg azt mondom, hogy sikeres volt, nagyon pozitívak lettek a visszajelzéseink. Mindenki talált munkát szinte, aki akart. Van nagyon sok, nagyon szép sikertörténetünk, erről majd itt is megosztok egy párat. Illetve maga az a fél év, amíg még ott dolgoztak, hogy egy olyan hangulatban teljen, hogy ne a dráma és a vesztesség uralja és a letargia uralja napjainkat, hanem egy pozitív hozzáállás és egy pozitív jövőbe tekintő attitűd. Erre kellett a vezetőségnek és a kollektívának így együtt figyelni. A témák között szerepelt a munkaerőhiány problémaköre és annak lehetséges megoldásai. Paróczai Balázs toborzási stratéga arról beszélt, hogy valójában mekkora probléma a munkaerőhiány, és hogy mi a válasz a kérdésre. Az elmúlt 40 évben annyi embert vesztett az ország, mint az első, a második világháború alatt, és 56 alatt. Tehát ez közel 1 millió ember eltűnt, és ez zuhan. Ez 40 éve zuhan. Tehát, hogy ez az egyik dolog, hogy nincs elég gyerek, tehát hogy általában fejlett európai és nem csak európai gazdaságok, azok csökkennek, fogynak. A másik az, hogy öregednek el. Hát, hogyha most megnézed a demográfiai piramisunkat, akkor praktikusan azt látod, hogy aki 20 év múlva, tehát mi, te meg én tudod, aki 20 év múlva nyugdíjba megyünk, tehát mi leszünk a többség ebben az országban, és az alattunk lévő fiatalabb generációk olyan kevesen lesznek, hogy képtelenek lesznek eltartani az egész az egész populációt. És hát nézd, ezek nagyon-nagyon súlyos problémák, hogyha végig gondolom. Ez egy társadalmi probléma, nem HR probléma. Ez egy munkaerőpiaci probléma, igen. Az, hogy társadalmi probléma, én nem tudom, hogy lehet-e valakinek azt mondani, hogy szüljél még kettőt. Én szerintem ezt nem lehet mondani, tehát, hogy mert most vagy szül, vagy nem szül. Tehát ki akar szülni, ki nem akar szülni, ki tud szülni, ki nem tudod. Tehát ez a magánügye, ez egy munkaerőpiaci probléma, tehát hogy nem csak az a megoldás, hogy szüljünk még gyereket, hanem az, hogy oké, akkor hogyan vonzzuk be, tehát hogy kell nekem egy képesség, és azt hol fogom megtalálni, és hogyan vonzom be a vállalatomba. És hogyan? Mert ugye ez az előadásod címe, hogy az egyetlen megoldás. Hát nyilván gondold végig, tehát hogy vannak... Ez egy jó hosszú beszélgetés, annyi időnk van is, de hogy gondold végig azt, hogy vannak olyan... Mondok egy példát. Megváltozott munkaképességű emberek, ez egy hatalmas csoport. Az ő foglalkoztatásuk ma viszonylag minimális. Mondok egy másik példát. Elkezdtek külföldön azon gondolkodni, hogy autista emberek fantasztikus tesztmérnökök.
egyszerűen azért, mert az ő agyuk az állatira jó működik a teszt környezetben. Ellenben egy autista ember nagyon rosszul interjúzik. Nem fog a szemedbe nézni, fura válaszokat fog adni a kérdésére, és a mai kiválasztási gyakorlat alapján őket kiszorjuk. Kiszorjuk azért, mert nem néz a szemedbe. Holott ő, mint szakember, az ő képességet, az autista ember tesztelő képessége, az valószínűleg legalább olyan jó, mint a nem autista ember tesztelő képessége. És ezt kell újra gondolni, érted? Tehát a mi szempontunkból azt kell végiggondolni, hogy néz ki a kiválasztási struktúránk, és hogy mi alapján szórunk ki valakit, mert azt gondolom, hogy nagyon sokszor nem azért szórunk ki valakit, mert nem jó, nem alkalmas a munkára, hanem mert van egyéb előítéletünk, meg egyéb dolgaink, amiket így hozunk a múltból. Mondjuk, hogy ha nem néz a szemedbe, akkor nem jó ember, tudod? Amiket újra kell gondolni, mert valószínűleg ezek nem állják meg a helyüket. Parócai szerint alapvető dolgokat kell átállítani a fejekben. Például itt az ideje a nők abszolút egyenjogúságáról is beszélni. Előítettekkel jól állunk. Nem kell messzire menni. Tehát, hogy elég arra gondolni, hogy mondjuk miért nem engedjük meg a nőknek azt, hogy vezető pozícióba jussanak. Tehát, hogy ez nyilván nem minden cégnél van így, de rengeteg cégnél ez máig egy kérdés. És ez egy tök alap dolog, ha végig gondolod, érted? Tehát, hogy aztól, hogy valaki nő, miért ne lehetne képes arra, hogy mondjuk elvezessen egy gyárat? Vagy miért ne lehetne egy termelési igazgató? Vagy egy minőségbiztosítási igazgató? Tehát, és ez csak a jéghegy csúcsa. A Fehérvári HR Fest egyik legfontosabb témájában előadó Parócai Balázs a munkavállalók élményét helyezte előtérbe. Azért kell jelölt élményt okozni, meg munkavállalói élményt okozni, mert ezekből az élményekből rakjuk össze az életünket. Akkor, amikor meghalunk, most úgy gondoljuk, ezekre akarunk visszaemlékezni. És akkor, amikor nem adunk ilyen munkavállalói élményt, akkor két dolog szokott történni. Az egyik az, hogy az egyén fölmegy mindenféle platform és elmondja. És elmondja, nem annyira cizelláltak. De elmondja cizelláltakban is. És tessék elolvasni a második kommentet. Ahol egy idősebb úr azt mondta, ez egy székesfehérvári gyártóvállalat. Ez egy valós dolog, nem photoshopoltam oda. Aki azt mondta, hogy nekem egyelőre nincs más lehetőségem az életkorom miatt. Nem ajánlom másoknak ezt a céget. Nem látom az előlépés lehetőséget. Olyan vállalatokat termelünk, ahol az emberek boldogtalanok. Ahol az emberek nem tudnak haladni az életkoruk miatt. Olyan vállalatokat csinálunk, ahol embertelen létezik. És ezt mi csináljuk többek között hálásra. Tehát azt kell látni, hogy ez nem az az élmény, ami ez nem fog kitartani. Ez a következő 10 évben ezt az egész világ vissza fogja utasítani. A konferencián a HR szakma újítói is szóhoz jutottak. Balázsik Péter egy új platform bevezetésével egyre több felhasználó számára teszi lehetővé a kapcsolati tőkéjük értékesítését. Mi egy crowdsourcing recruitment platformot fejlesztettünk, ez magyarul annyit jelent, hogy bárkinek lehetőséget adunk arra, hogy pénzt keresen a recruitment szakmából. Tehát le tudod tölteni a Talent Juno applikációt, és hozzáférsz azokhoz a pozíciókhoz, amik a jelen vannak a platformon, és látod, hogy mennyit fizetünk akkor, hogyha egy általad ajánlott jelölt a befutó az adott pozícióra. Ez kicsit több mint egy évvel ezelőtt indult a platform, most több mint 12 ezer ember van Magyarországon, aki pénzt tud keresni a Talent Junon keresztül az alkalmazásból, úgyhogy gyakorlatilag demokratizáltuk ezt az iparágot, egy olyan iparágban, ahol eddig csak profi szolgáltatók tudtak jövedelemhez jutni, most már bárki, akinek van a zsebében egy okostelefon, meg hajlandó egy kis energiát beletenni, az jövedelemhez tud jutni. És használják is? Tehát olyanok, akik nem hivatalos HR-esek? Persze, igen. Sőt, a legtöbb felhasználónk ők nem hivatalos HR-esek, mi egy ilyen nagyon alapszintű képzést biztosítunk nekik, ami online elérhető, megmutatjuk az alapjait annak, hogy hogyan nyúljon ki egy jelölthöz, hogyan szólítsa meg az adott jelöltet, hogyan keressen egy adott pozícióra megfelelő jelöltet, és teljesen laikus emberek, egyébként otthon ülő kismamák, vagy mellékállásként ezzel foglalkozó szakemberek előszeretettel használják ezt az oldalt, és nagyjából egy ilyen 35 millió forint jövedelmet fizettünk már ki az elmúlt évben ilyen szabadúszó toborzóknak, akik gyakorlatilag HR háttér nélkül tudtak részt venni a platformon. Ez volt tehát a HR Fest először Székesfehérváron, és mint megtudtuk a szervezőktől, nagyjából kétszer annyian látogattak el, mint amennyire számítottak, tehát óriási siker volt.